Rózsa Tamás gitárművész spanyol dalokat játszó előadásával nyitották meg az Óbudai Kulturális Központban, a vészkorszak idején Budapesten több mint 5000 magyar csitót megmentő spanyol diplomata Ángel Sanz Briz életét és tevékenységét bemutató vándorkiállítást. A budapesti angyalnak elnevezett diplomata 1944-ben spanyol útleveleket biztosított az üldözötteknek. Tavaly októberben a fővárosi közgyűlés határozata értelmében a harmadik kerületben a Jégtörő utat Ángel Sanz Briz útra nevezték át, amelynek Záhony utcai kereszteződésében emlékkövet állítottak. Mostani kiállítást a spanyol nagykövetség és Óbuda Békás megye önkormányzatának együttműködésének keretében szervezték meg. Búzsborás polgármester Ángel Sanz Briz emberiességét méltatta a megnyitón. Most, ha valaki, hát ő megmutatta nekünk, hogy miként lehet indokolt esetben egyetlen morális kérdésre leszűkíteni a nagy politikai, diplomáciai és igazgatási rendezőelveket. Nincs igazság és nincs emberiség. Csak igazságok vannak, és emberek, olvashatjuk Szerbantal Pendragon legendájában. A mai kiállítás egy embert állít elénk az akkori döntéshozók közül. Mondhatjuk, Ángel Sanz Briz igazsága is csupán egy igazság a sok közül. Jobbik részünk azonban azt súgja, az ő igazság értelmezése az, amely a mai ember számára is példaként szolgálhat, amellyel azonosulni érdemes. José Ángel López Horren spanyol nagykövet azt mondta, Ángel Sanz Briz és a spanyol nagykövetség ősegítő munkatársai, akik a magyar emberek életének megmentéséért dolgoztak, fontos láncszemet jelentenek Magyarország és Spanyolország között. Igazából ők azok, akik kapcsolataink alapját képezik, nem a gazdasági kapcsolatok a fontosak, hanem ez a szívünkben lévő kapcsolat, amelyre minden együttműködést alapozni lehet. Dios las tenga en su gloria porque realmente hay ahora muchísimas personas que deben su vida a que aquellos sobrevivieron gracias a estos otros. Ez az, amit ezek az emberek helyesen tettek, és hála az ő helyes döntésüknek nagyon-nagyon sok ember élete nagyon sok ember megmenekült. A kiállítás március 11-ig látogatható az Óbudai Kulturális Központban.